time before I go, I'll let you know that all this time I've been afraid wouldn't let you show. Nobody can save me now. Sziasztok! Én Kori vagyok, és hoztam nektek 7 olyan kártyát, amit megvehettek, ha több pénzetek van, mint Gajbának. Ezeknek a kártyáknak lesz pár különlegessége, ami miatt egyediek, egyéniek és nagyon-nagyon sokba kerülnek. Most végre megtudhatjátok, hogy a kártyák lelke nem csak titeket, hanem a tárcátokat is irányítja. Dark Magician. Ez a kártya 1999-ben jelent meg, és ebből a verzióból csak 100 darabot gyártottak, így egyértelművé vált, hogy jó drága. Ha egy jó állapotot találtok belőle, 800 és 1600 dollár között bárhol eladhatjátok. Dark Magician Girl. Ugye a franchise egyik kabalájáról beszélünk, és hát az első japán promóciós verzió nagyon sokat ér. Igazából nem is lehet tudni, hogy ez a verzió van-e nálatok, de akinél ez van, az igazi aranybányára talált. 1100 és 6600 dollár közötti állományban el lehet adni. Shrink. Várjunk csak egy percet. Hogyan lehet az, hogy az eBay-en 99 centre megállapított kártyát minden idők egyik legdrágább kártyának tekintik? Jegyezte meg a Gamer oldal. A Shrink első kiadása 1600 és 6000 dollár között bárhol eladható. Dave Earthgaff. Ennek magas árát tekintve nem sok az izgalom, igazából a lényeg az, hogy a gyűjtők hype-olták fel ennyire nagy értékűre, 600 és 1900 dollár közé kerül az értéke. Gold Sarcophagus. Csak csekély 25 Gold Sarcophagus kártyát terveztek, de csak a Pharaoh Soul és a Shonen Jump versenyek alkalmával nyerhető el, más szóval a világszínvonalú Yu-Gi-Oh játékosnak kellene ahhoz, megfelelő helyen és időben, hogy megszerezd. Ez a kártya több mint 2200 dollárt is ér. Cyberstein. Habár ennek a lapnak a common verziója nem igazán, a ritka promo verzió a Shonen Jump Championship nyerteséjé lehet, és akár 4500 dollárért is értékesítheti. Black Luster Soldier. Elérkeztünk az első helyezethez, ami igazából egy hiba szüleménye, ugyanis Japánban megrendezett első Yu-Gi-Oh verseny győztese kapta meg, és a nyomtatási hiba úgy született, hogy a szokásos kartonfólia helyett rozsdamentes acél lapra helyezték el ezt a lapot. Most kapaszkodj meg, mert ez a lap körülbelül 10 millió dollárt is megérhet. A lényeg, hogy ennél drágább lap már nem igen fog születni, mert ez a legértékesebb kereskedelmi kártya.